az Óbecsei Városi Színház színésziskolájának növendékeinek előadásában láthatta a közönség a Vevericsina Csudna Návikát című darab bemutatóját. A darab Uros Petrovics mesemotívumai alapján készült Simoni Damándics rendezésében. Számomra az idei év színésziskolájának folyamata rendkívül fontos, mivel a gyerekek a kreativitásuknak és újításaiknak köszönhetően maguk csinálták meg ezt az előadást. Én valójában csak egy kicsit irányítottam őket, de igazából az egész előadás, amit a közönségnek ma alkalma volt látni, teljes mértékben az ő alkotásuk. Úgy gondolom, hogy ez számukra és személyiségfejlődésük számára is rendkívül fontos. Az előadás üzenete valójában az, hogy mindannyian gyerekek vagyunk, és mindannyiunknak minél tovább annak is kell maradnunk. Sok szórakozással, hogy az életen keresztül minél könnyebben és szebben, vidámabban és hangosabban tudjunk előre haladni. A darabban szerepel Nikolina Popadics, Emma Petrovics, Lana Grbics, Simona Abramovics, Dávid Kovácsev, Mihajlo Kovácsev, Nemanja Mandics, Mia Mijovics, Jelena Tosics, Dára Csurcsics, Tanya Szekulics, Petra Vasigyev, Varvara Milicev és Milana Csabrilo. Ebben a darabban egy olyan kislányt játszottam, aki miután felnőtt, molekuláris biológus lett. Ez az előadás nekem nagyon aranyos, sokat dolgoztunk több hónapon át, és bár rövid, mégis rendkívül értékes és jó. Örülök annak, hogy pont ezt az előadást választottuk, mert sok benne a mozgás, törekedni kell benne. Mi pedig valóban törekedtünk, és azt hiszem sikeres lett, aminek nagyon örülök. Nagyon örülök annak, hogy részt vettem ebben az előadásban. Ez az első évem itt, és már is rengeteg barátot ismertem meg. Bebizonyítottuk a közönségnek, hogy mi ezt meg tudjuk csinálni. Mindenfélét szerepeltünk, és úgy gondolom, hogy mindenkinek tetszett ez az előadás, és alig várom, hogy ismét szerepelhessek benne. A darabban egy nyugdíjas tanítónőt alakítottam, és nagyon érdekes volt. Több hónapon keresztül készültünk erre az előadásra. Számomra fontos a színészet. Szeretem ezt csinálni. Ez a hobbim. Egyszerűen szeretem. Mandics bejelentette, hogy ez a darab nagy valószínűséggel versenybe száll az idei májusi játékokon való részvételért, de az óbecsei közönségnek is lesz még alkalma megnézni és élvezni a legfiatalabb színészek előadását.